Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon, ahogy látjátok, én nemrég értem hozzá a munkából, de képzeld el, nem zanyoztam, nem csináltam semmit se, ahogy látjátok, meg sem borotfálkoztam, épp hogy csak átöltöztem, felvettem ezt a vizes ruhámat, a sapkámat, amúgy itt van apukám is, ott látod. Ugyanis nem más fogunk ma csinálni, mint mondom, mi történt. Vasárnap elmentem, és vásároltam egy motorcsónakot. Ez egy olyan motorcsónak, amit egy kicsit fel kell újítani. Ugyanis ez egy régebbi csónak, majd megmutatom mindjárt nektek kívülről, meg belülről is, de gondoltuk, hogy kivisszük egy gyorsan apukámmal, és vegyük egy kört. Nincs a legjobb állapotban, ugye hiányzik egy pár dolog, például volt benne egy rádió itt középen, amit kivettünk belőle tegnap, ugyanis a rádió nem működött. Aztán van egy ilyen régebbi kapaszkodó, amit ugye ki kell szedni, egy régebbi kormány. Az ülés az nem olyan túl rossz, meg van takarítva, szerintem elég jó. Ahogy látjátok, le van szőnyegezve a belseje, ott van a benzines tankot elől, olaj, egyelőre minden van mindenhol. Tehát ahogy látjátok, a kötél, az olaj, a telefonom, a benzines kanda. Ugyanis meg akarjuk csinálni ezt a hajót, tehát le akarjuk festeni, vissza akarjuk egy kicsit ugye csiszolgatni, és jobb állapotba hozni. Van a hátuljában egy ilyen ülés, amit el lehet húzni, ott az akkumulátor, ugye ezt is át kell húzni, ezt az egészet. Van egy 50 lóerős motor rajta, egy ilyen régebbi motor, egy ilyen Johnson motor, ami eddig még működött, reméljük, hogy működni is fog, és haza fog minket vinni. Itt van az indítója, ahol kell indítani, ugye ott van a gáz, fék az nincs rajta. Aztán vannak egy pár ilyen lukak, ahol be lehet rakni ugye a horgászbotodat, hasonló dolgokat. Amúgy 14 fut, ami azt jelenti, hogy 4,1 méter hosszú, és ilyen régebbi. Ugye most nem más csinálunk, mint kimegyünk arra előre, mutatja apukám, itt 6-tal lehet menni. Úgy közben még kiérünk ide a vízre, mutatom nektek a házakat itt körbe-körbe. Mondjuk most is a vízen vagyunk, de itt házak vannak. Tehát kicsit kijebb megyünk a nyitottabb vízre, nem a teljes nyitott vízre, hanem ahol nincsenek házak közelben, majd meglátjátok. Ugye a Lukasznek az iskolája az ott van, képzeld el, hogy jönnek az autók ott a híd után. És onnét jöttünk, ahogy látjátok. Nyitottabbra, Broadwaterre,
A szüleim amúgy ott laknak abba a házba, úgyhogy csak mentünk egy kört. Új, várja, nem tudom visszafordítani. A kormányát egy kicsit nehéz forgolász, ugyanis nem szervó kormányos, hanem ilyen rettentő nehéz, ilyen bóvdenes. Előbb, amúgy képzeld el, lejött a csavar, és a kormányt hiába pörgettem akárhova, sehova nem ment, hogy meg kellett állni, és vissza kellett szerelni. Ugye ezt majd hazamegyek, azt meg kell nézni, hogy véletlenül gyorsan menjünk, és valamelyek neki menjünk. Na minden, úgyhogy menjünk. Kezdtünk, ahogy látjátok, lezvanyoztam, megbrotfálkoztam. Hazajött a Lukasz is, ott van. Éppen valamit játszik. Mit figyelsz, Anyi? A Batman. Batman. A negyedik részét most töltötte le, valami Batman-es játék. Milyen Batman-es játék ez? A Telltale Series. Na, ugye. Ezzel játszik jelenleg, a Davis az itt rohangál. Ugye készülődünk! El kell menni a boltba, kell venni kenyeret, tejet szokás szerint. A hajót ide kiállította, hajót, motorcsónakot, ugyanis ez motorcsónak, az már hajó. Nagyobb, valami. Ez egy motorcsónak. Ahogy mondtam, rendbe kell tenni, és mit mondasz? Mit csinálsz? Még fel kell húzni a nadrágodat, mami készülődik, utána megyünk, jó? Még ne lesz fel a cipődet. Ahogy mondtam, rendbe akarjuk rakni. A jövő héten valószínűleg, ha lesz időm, elkezdem vissza csiszolgatni, azt mondom, hogy le kell ugye festeni. Nem tudom, hogy milyen színűre. Mit szóltok, milyen színűre festjük? Én azt hiszem, hogy fehérre kellene az alját, a tetejét, mutatom. Itt az alját, olyan fehéresre, a tetejét valami pirosra, és fekete csikot bele az közepé, vagy oldalá, vagy nem tudom. Na mindegy. Amúgy nem jött utánfutóval. A vizem volt ez a csónak, azért így néz ki, hogy kinéz az olyát, tegnap már egy kicsit letisztítottam, ugye nem mentünk sehol, mert olyan volt az idő, nem volt a legtúl jobb. És elkezdtem tisztogatni, kiszedtünk belőle egy pár vezetéket apukámmal, tehát fel kell javítani ezt a motorcsónakot. Elég jó áron megvettük, nagyon olcsón odaadta, 1800 dollárt kért érte az ember, képzeld el, utána levette 1400-ra már. Vasárnap reggel, amikor láttam, 1200 dollárról lerakta, és akkor úgy döntött, hogy elmegyek megnézem. Esett az eső, elmentem, megnéztem, mondtam neki, hogy 1000-est adok érte, azt mondta, hogy ha ma elviszem, akkor odaadja 1000-ért, és így vásároltam meg. Van hozzá ugye regisztráció, nálunk kell, hogy legyen rajta regisztráció, tehát ez be van fizetve, tehát papírokkal mindennel jött, hogy milyen, motorulag azt mondta, hogy jó, eddig működik, nem süllyedt el, eddig még nem állt meg, kivéve a csavart elvesztettük, és a kormányzás elment odafelé. Na minden, ezt fogom egy kicsit feljavítani majd, lehet, hogy apukámmal, vagy egyedül, vagy a Lukasszel. Mi Lukasz? A Lukasz amúgy még nem ment rajta, mikor megyünk mi? Nem tudom, majd lehet, hogy a hétvégén. Ugyanis csütörtökre, szombatra esőt mond megint, de vasárnap a jobb időt mond. Talán ki tudjuk vinni. Még mielőtt nekiállok csinálgatni, ki akarom vinni egyet a Lukasszel legalább, hogyha Davisről ugye nem ismerik pici. Na! A cipő, de várjál, hát kell rövid nadrág, hosszú nadrág. Úgyhogy most elmegyünk, kell hozzá vennem egy kötelet, és ez a kötél elég ilyen nem a legjobb. A víz lement, ahogy látjátok, amúgy itt szokott fent lenni, ott szokott lent lenni. Össze-vissza megy, ugye egy nap kétszer, egyszer feljön, egyszer visszamegy, egyszer feljön, egyszer visszamegy. És tegnap itt volt fent a hajó, ugyanis a víz felhozta, ide kötöttem ki, ugye most oda leraktam, hogy ha véletlenül el akarok vele megint menni, ahogy látjátok, a víz most már megint lejjebb ment, csak egy kicsit betolom, és lehet vele menni. Amúgy ez a motorcsónak nehéz, azt mondom, hogy nagyon nehéz, képzeld el, egyedül nehéz tologatnom innét oda le a vízbe, ezért inkább ott hagyom, feljön a víz, feljön, hogyha nem, akkor be tudom én is ugye egyedül tolni, tehát egy másik kötelet akarok venni, meg lehet, hogy egy vasmacskát a hátuljára. Vasmacskának hívják, ugye? Aztán, amit akartam tőletek kérdezni, ebbe a hajóba, motorcsónakba, jobb oldalt van a kormány, ahogy látjátok. Magyarországon hol a kormány a motorcsónakba, vagy a hajóba? Ezen az oldalon van, úgy, mint mondjuk az autóba, vagy ugyanúgy fordítva? Utána tudok nézni, tudom, hogy utána tudok nézni ugye a Google-en, csak gondolod, hogy megkérdezem tőletek, érdekel engem, hogy ugyanúgy van, mint az autóba, vagy nem? Ugyanis a vizen ugye jobbra tarts van, úgy, mint Európában, tehát jobbra mész,
Ugye? Azt hiszem úgy van. Na milyen? A szabályoknak meg utána kell nézni. A szabályokat egy kicsit át kell olvasnom, ugyanis van jogosítványom motorcsónakra, hajóra is, tehát vezethetek motorcsónakot, vagy ilyen nagyobb hajót is, ilyen nagyon nagy hajót is. Jetskire nincsen, ugyanis annak idején egyben volt a jetski, meg a motorcsónaknak a jogosítványa, de külön vették pár évvel ezelőtt, és jetskire külön nem tettem le. Amúgy, mikor osztuk azzal, képzeld el vasárnap a csónakot, annyira, de annyira esett az eső, körülbelül egy órába tartott, még elértünk ide hozzáig, azért például elég messze volt ez a motorcsónak, itt volt a Gold Coaston, de elég messze volt, és át kellett jönni mindenféle felé, mindenféle fajta úton, esett az eső, szakadt, próbáltam nézni a telefonomat, hogy merre kell menni, egyszer-kétszer, nem az, hogy eltévedtünk, de rossz irányba jöttünk el, és vissza kellett fordulni, úgyhogy apukámmal jöttünk amúgy. Érdekes útfolt, gondoltam, hogy lefilmezem, de mivel szakadt az eső, meg minden, nem akartam tartani a kamerát, meg vezetni a csónakot, inkább gondoltam, hogy amint jobb idő lesz, kimegyek és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Csak gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla. Szerintem jó lesz nekünk az, hogy egyszer-kétszer kimegyünk, és ugye a családdal nyáron max horgászni nem szeretünk, de kimenni oda a nyílt vízre, ott lehet egyet ugye lubickolni ugye a gyerekeknek, meg csak egyet körbejárni. Szerintem annyira szerintem elég lesz. Ahogy mondtam, elég jó árva volt, és ha gondoljátok, amit még megírhatok ide a videó alá, hogy milyen színűre kellene festeni, tehát lehet ez kék, lehet ez zöld, lehet ez piros, valami ötletet. Én azt mondom, hogy fehér, piros és fekete beütés, valami, azt mondom, mint a Mazda piros. Tehát ilyen szép csillámos, vagy csillogos piros. Na minden, ma meglátjuk. Ha gondoljátok ide, a videó alá írjátok meg, mit gondoltok róla. Hova mész? Megvagy? Vedd fel a kabátodat, vagy a jackidet, aztán én is megkeresem az enyémet. Most, hogy itt van benn hátul. Ja, ami átrendeztem a szobát. Mutatom. Itt van most a számítógépes asztalom. Ez a fele úgy döntöttük, hogy az enyém lesz. Ez a fele pedig a Davis-é. Ahogy látjátok, itt van egy pár játéka, majd kikerül ide a többi is egy ilyen nagy dobozba. És ezt a szobát egyelőre megosszuk a én és a Davis. Vettem képkeretet a pószteremnek, ugye mondtam régebben, hogy van ez a Terence Hill, Bud Spencer-es, ez a kincs, ami nincs pószterem, ez egy eredeti mozi poszter, amikor kijött a film, ezen kívül van egy másik is, ez nem tudom mi a magyar címe, elfelejtettem. Ezt a filmet is nagyon szerettem, kincs, ami nincs, azt rettentően szerettem annak idején. Te nem emlékszel erre a filmre, nem láttad. De láttad, nem, ezt megnéztük, kincs, ami nincs, megnéztük együtt. És ami még mögötte van, nem más, mint a visszajövőbe, amit készítettem. Hey, dollár fizettünk mindennek. Ja, tudom, az a könyv, benn volt a könyvbe. Ja, te a Lucas vette nekem a visszajövőbe könyvet, és benn volt az a sok-sok jó dolog. Úgyhogy ezeket ide a falra majd valva kiteszem. Hogy hova, azt még nem tudom, ugyanis az asztalt le fogom cserélni. Erre a falra valószínűleg nem képet fogunk tenni, hanem ilyen ragasztó. Tehát nem ragasztó. Hanem úgy néz ki, például egy fa, egy ilyen kettődés fa, mondjuk egy színű, egy fekete fa, és mint a rá lenne így festve a fa. Tehát ilyen. Ilyen matrica, na. Ilyen, mintha matrica, rendes matrica, de csak a fa megy fel oda. Tehát nem egy ilyen kép keretben van bent, csak egy fa, vagy egy pálmafa, vagy egy madár. De ma meglátjátok. Sok ilyet láttam most már, elég divat, mit mi nálunk, lehet, hogy nálatok is, lehet, hogy nem. Ha nem tudjátok, miről beszélek, majd megmutatom. Úgyhogy nem más csinálunk, mint összeszedelőzünk, húzzuk a cipőnket, és gyorsan elfutunk a boltba, aztán jövünk haza. Megérkeztünk ide a bevásárlóba, napom így kezd lemenni, 4:30 van, és mutatom. Ott megy le a nap, ugye nem sokára itt van a tél, de ez mikor van itt a tél? Június 20? Ja, június közepe körül, én azt hiszem, úgy emlékszem. 15? Én nem tudom. Na mindegy. Ahogy megérkeztünk, itt vagyunk a parkolóba, gyorsan megállunk valahol, kell venni kötelet, kell venni tejet, kenyeret, meg egy pár hasonló dolgot, aztán meg el kell venni tankolni, ugyanis ki fogunk fogni a benzinből. Na nézd, mit csinál. Úgyhogy nézd kifelé, és kiforul. Amúgy erre nem is lehet lenni jobbra. Ennek sem lehet, én azt hiszem, ugyanis kint a tábla, lehet, hogy pont nincs valahol, de régen nem lehetett menni jobbra. Na mindegy. Ide befordulunk mi balra, és megállunk valahol. Oda szemben. Mit szólsz hozzá?
befutunk gyorsan, veszünk amit kell, aztán tankolni. Nehogy elfelejtsünk tankolni, mert különben haza-haza fogunk érni. De holnap azzal kezdjük a napot, hogy megyünk tankolni. Na, hol van az a két tél? Mit? Mit mondasz? Azt mondtad, hogy szevasz. Hm? Elhúzi a szevasz? Na várj. Talán... Nem itt. Ott se. Szembe se. Nincsen kötél. Hogy nem találjuk. Kötelet nem találtunk, de találtunk a Davisnek ilyen mentővel lényt, vagy nem mentővel lényt, hogy fel tud venni, be tud magát kapcsolni, és be tud velünk húzni a motorcsónakba, ugye? Most már csak neked kell egyet találni, valami kisebbet. Az valami játék. Egy átmegyünk a túloldalra, megnézzük ott is a kötelet, de össze megrészik a játékokat. Nézd itt a munk. Végeztünk, ugye most megyünk vissza az autóhoz oda szembe, és mit csinálsz? Mit keresd? Ne hülyéskedjél. El kell menni tankolni, el kell menni a benzinkútra. Hogy az idő elég jó, elment mindenki haza, nincsen hideg, nincsen meleg. Ugye egy kabátba ki lehet, mi kabátba, egy felsőbe ki lehet most bírni. Mit csinálsz? Ne rázd a fejedet, te utáskodsz. Mi? El fogsz szédülni, Davis. El fogsz szédülni. Gyere. Megérkeztünk, befejeztük a bevásárlást. Vettem kötelet. Mutatom, milyen kötelet vettem. Ilyen színes kék kötelet. 30 méter, ha jól emlékszem, hogy volt ráírva. Olyan hosszú, nem hiszem, hogy kell nekünk. De most már ma este nem hiszem, hogy ki fogok menni. A hajó még mindig a hajó. Mindig összekeverem. Motorcsónak. A hajó az ugye más. Motorcsónak. A csónak ott van még mindig lent. A víz kezd feljönni. Mit mondasz? Davis éppen eszik ilyen valamit, ugyanis a Davis megvacsorázott. Evett ilyen csirkés nuggetet, meg sült krumplit. Ugye? Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint ide le fogunk ülni. Nézzük ezt a mesét. A Davis-szel, ugye Nyuszi? Mit csinálsz? Masszatolsz? Mi az ott? Ráragadt az ujjadra? Te! Le kell róla venni. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!